Sziasztok! Köszönöm, hogy csatornámaiban együtt fogjuk betölteni az Upgrade albumot. Szóval itt vannak a dobozok, ugye mindig ki van bont, hiszen Momentum Vadászban kibontottuk Mr-re, és a Mr-nek lettek vadászva, azok ki vannak bontva, de a fekete csomagokat nem bontottam ki. Szóval együtt fogjuk betölteni az albumot. Szóval itt van ugye az album is. Szóval vettem egy újat. Az album 2500 forintba kerül, így kapjuk simán az albumot, ugye? Tehát így lehet megvan itt 2500 forintért. Tehát tök üres album, nincs benne semmi, csak a borító igazából. A dobozok ára 5500 forint, ugye darabokként. Itt van, itt 5500 forint. Mert nem mindenki teheti meg ilyen kártyákat gyűjteni ezek ezért. Ez azért ki lesz sorsolva majd egy YouTube shortba. Nem tudom mikor lesz ki sorsolva, majd el fogom mondani egy YouTube shortba. Így felesleges volt egy kereskedve, hiszen én sem tudom, hogy mikor lesz ki sorsolva. Ha fel vagy iratkozva, akkor úgyis láttam volna a videót, hogy mikor indul a nyereményjáték. Négy sütök szóval, szóval gyűjtsük ki gyorsan ezt a kis albumot, hogy 100%-os lesz. Az első dolog, amivel kezdeni kell, az az International Star, mikor megvan adva. Én így rendeztem az enyémet is. International Star, Star Singing, meg Rising Star. És akkor kezdjük a International Star-ral. A neveket nem tudom, hogy mondjuk el. Ilyen videót csak csináltunk. Még itt van a kód, ezt nyugodtan beválthatjátok. Munkálatok folyam, szóval ne hallgatjátok a hangokért. Zies, Bruno... Én nem mondom a neveket, csak gyorsan átlapozom. Menni fog az album, majd látni fogjátok. Én csapatok szerint kéne rendeznem, mert úgy rendeztem én is. Gyors csapatok szerint rendezzük. Úgy csináltam én, és úgy van megadva a számozása. Így csapatokként. Úgyhogy gyorsan berendezem. Itt van Bruno, Zies, Harry Maguire, Reálos is. Megvan a csapatok szerint, az első a City, City a Chelsea, az első csapat. Úgy jól teszem a City-t. Jött Kovacic, Zies, illetve Pulisic. Egy Van Dijk. Nem tudom, mennyire látszódik az a baj. Most már csak kettő kártya maradt, egy Di Maria, illetve egy Morita. És így néz ki. Itt van négy Chelsea is, meg négy Pulisic. Utána Van Dijk, Henderson, én azt hiszem, hogy csak öt van. Ruben Dias, Stones, Bernardo, Foden, Alvarez. Én a United, Tottenham Hotspur. Ezek a kártyák nagyon jól néznek ki. Barca, Real, jön a PSG. Ezt rosszul tettem, hogy most megfordítjuk. Meg így kell tenni. Igen, jó. Jön Messi, Neymar. És azt a Messi külön értékes kártyát, hanem több Messi kártyát, mert nem lesz a PSG-ből. Eljön az ideje, amikor több ezer forint lesz. Itt a vége. Most jön a meg kell néznem, Star Signing. Ezt kell most kibontani, mert csak 40 darab kártya van. Ugye a limitedet. Itt a Star Signing, ezt is kibontjuk. Aztán ebből a kód. Persze, ebből a Chelsea-nek annyi kártyája van, aztán majdnem két oldal. Nagyon felvásárolták a Chelsea játékosokat. Aztán itt van a Módfehérvár, Christensen. Én egy gyors csapatok szerint teszem. Depay, egy Blind, Rodon. Itt az első Chelsea is, Fofana. Milanovski, Kanos, van klub Brüsszből is egy kapus, Savicer, ezek az új igazolások, Badiashil, Biku. Akkor megvagyok srácok, meg kéne keresni az egyes most, gyorsan. Hát, nem tudom, hol van az egyes. Fogom most is, melyik csapat az. Itt van, a Liverpool. Amúgy srácok, a Chelsea-ből 7 darab játékos van az új igazolás. Miért a Liverpool-t. A kettes, egyes. Jön a hármas, illetve a négyes, az egy kapus. Ami itt van. Klubról is kapusa. Kell nekünk az ötös. Itt a hatos kártya. Méghozzá egy Mateo. Itt lakozunk a Star Signing-hez. Liverpool-tel kezdődik. Klubról. Utána jön a Atletico Milano, jön a Chelsea, ugye itt 7 játékos van.
Úgy az a fura, hogy Gakpo csak Liverpoolban egyedül van. Azt mondom, a klubbrücsből is egy játékos van. Itt vannak a csapatok. Kettő Fehérváros. És itt van a vége. Jöhet most a Rising Star-os doboz. Úgy. Azt mondom, benne 48 millió úgy. Ezeket egy jó csapatok szerint kell majd rendezni. Ami úgy néz ki, mint az, hogy a sima 3-6-5-ben a Rising Star. Tehát semmi változás nincsen. Itt van a kód, nyugodtan vigyétek. Az alkalmazásra lehet még váltani, azt hiszem. Beltrán. Gyors csapatok szerint rendezem. Sőnszabolcs, egyedül magyar. Egyedül van a Molfehérvárból. Úgyhogy... Azt hiszem, itt van egy Gavi is, valahol. Saule. Ansu Fati. Sportingból is vannak játékosok. Levis. A Manchester Liga a győztes Ansu Fati. Tehát nyerték a 11-es párbajjal. A Manchester Ligáját. Van még egy Chelsea is, Rodrigo Rising Star. Itt vannak a csapatok, itt van Gavi ugye. Az első csapat pedig a Liverpool, ugyanúgy. A kiállt is be. És kell nekünk egy hármas. Szóval most is, hogy hol van. Itt van a 4-es, meg az 5-ös. Gyors, keresünk egy 3-ast. Hát, nem tudom, hol van. Itt van. Itt a 3-as. A millenniums játékos. 5-ös. 4-es, 5-ös. Kell nekünk egy 6-os. Én maradt a szem 6 darab. Ezt gyors beteszem. Itt videóba. Mert így bele ez a 6 darab. Itt egy Poznanos, 2 Sportingos, 1 Inácio, illetve Ugarte, aki megvette a PSG elvileg, ha jól tudom. Menjünk a legelejére. Itt van. Így néznek ki. Itt van Gavi, Ansu Fati, 3 PSG-s, 2 Reálos. Mindenből van igazából. Olympiakos, Entoi, Deketlera, Vlahovic, Solé, és itt a vége pedig. Így néz ki egy 100%-os kis album, Zabvédből. Nem tudom, elég durva ez az album amúgy, 100%-os, tehát majdnem 20.000 forintból lehet ezt kitenni. Ez elég drága amúgy, ilyen kis albumhoz képest, elég drága. De ezt, hogy valaki közvetek, meg fogja nyerni ezt az albumot, hiszen valamikor ki lesz sorsolva, nem tudom, hogy mikor, ne kérdezzétek srácok, mert fogalmam sincs, mert ki fogom még találni. De mindenképpen egy short videó lesz belőle, úgy tervezem. Nekem ez dupla 20, szóval ezért ki lesz sorsolva. Srácok, nem tetszett nektek a mai videónk, ahol betöltöttük együtt ezt az albumot. Ha így nyomtok egy lájkot, és ne féljetek el feliratkozni, nem mondom, hogy ki lesz sorsolva. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!